csinált kerületi első díjat, csinált második díjat, és Magdeburgból pedig országos második díjat. Nincs miről beszélni. Gyereke, unokája, dédunokája is nyert rövidről, középről, hosszúról is első díjat. Tehát nem a itt meg azt olvastuk, hogy a Janzenek kimondott rövid távúak, és az Janzen az rövid, a Desmet Matisz az középtávú, az Arden az hosszú távú. Ez csak egy hülyeség. Hát ezen kéne az embereknek átlépni. Csak mivel nem olyan egyszerű. Minden honnét tesz hozzák, az a probléma, hogy amikor a Janzen galambokról beszélünk, vagy legalábbis amikor rövid távú galambokról beszélünk, akkor már lassan a rövid táv szót a Janzennal lehet helyettesíteni. Pedig ez nem így van. Így van. Hát igen, eklatás példája, ugye? Amit a Bandi emleget, hogy 12 utat lehet csinálni rövid távon, meg könnyen, meg kerületi, maximálisan egyetértek. Ha valaki tüzetesen, vagy egyáltalán kicsit figyelmesebben elolvasta volna a Klub 900 programját, azért nagyon sokat dolgoztunk azért. Nagyon nagy áldozatokat hoztunk azért, hogy az megvalósuljon. Ott 6 versenyt írtam elő. Az élet 900, mert Rostock durván 900 kilométer is. A Klub 900, ezért kaptuk. A Charlie-val ketten szugráltuk ezt a nevet. De én ott a fiataloknak is csináltam egy programot, amitől a galambász hanyat esik, mert ott 600 kilométerig elmegyek a fiatalokkal, és úgy, hogy szezon előtt elkezdjük időbe. Tehát ott is lehetett volna valamit kezdeni. De akkor ott talán már a téli tenyésztésben. Nem kell téli tenyésztés. Szó nincs téli tenyésztésről. Ezt én aláírom, bebizonyítom, hogy nem a téli tenyésztés az, ami megoldja. És abban az esetben én elmagyaráztam szinte majdnem minden embernek, aki hozzám fordult, hogy 12 héten keresztül lehetett volna rövid középtávon közte. Hát 2 hetente mennek a galambok hosszú távon. Hetente lehet a rövid középtávon. Na most, hogyha annyira szabadok vagyunk, annyira van már elektromos rögzítő, hogy már ott se kell lenni, hétközben is lehet adott esetben, ha akarunk 10 rövid távot csinálni, akkor egy-egy hétközben versenyt is betesz. Tehát itt nem a szakmai dologról van szó, hanem hogy fölfogják-e az emberek, hogy mi miről beszélünk. Ez már olyan lerágott csont az én életemben, hogy megint azt fogom megkapni, mit dumálom egyszer, mikor már nem versenyzik, és hol van neki már galambia. Tehát amikor ezen nem tudnak az emberek átlépni, meg hogy emlegeti az Anker, meg hol az Anker, és ez barátaimtól is megkap, mit ankerozom, akkor ott a probléma. Tehát visszatérve a szakmai hozzáálláson kívül a szellemiségen kéne változtatni. Én itt látom a legnagyobb hibát, gyerek. És akkor itt megragadom a témát. 2018-as évben versenyezni. Fogok versenyezni. És van már elképzelésed a tenyészanyag összeállítására? Igen, van. Sőt. És lehetne erről egy galambmustrát? Hát, hogyha nem fárasztalak benneteket, nagyon szívesen. Nem tudom, van-e még esetleg téma, amit szeretnél elmondani? Holnap reggeli tudnánk beszélgetni valószínű. Akkor lehet, mondhatom azt, hogy majd folytatjuk egy más alkalommal is? Én nem zárkózom el előle, hogy beszélgessünk egy jót, hisz az ember abból nagyon sokat tud tanulni. Én úgy gondolom, hogy a múlt ismerete mindenféleképpen szükséges, de a múltat nem azért kell ismerni, hogy abból valami jót kidomborítsunk, vagy egy rosszat, egy vélcsérelmet domborítsunk ki, hanem a múltból tanuljunk, és a múltból próbáljuk meg építeni a jövőt. Ha valamit kitaláltunk, vagy valamit megalkottunk, és az nem talált halló fülekre, akkor el kell gondolkodnunk azon, hogy vajon miért nem. Ha ezt megtaláljuk, és megtaláljuk a orvoslását is, akkor esetlegesen meg lehet valósítani olyan dolgokat, amelyek államként vannak esetlegesen megélve vagy űzve. András? Én benne vagyok, nézzük a galambokat. Zoltán? Igen, zárszóként, igen. Hát nagyon örülök, hogy így összejött a kis csapat. Sajnálom, hogy a Tóth Pista barátom nem kameraképes, azt mondja, hogy nem akar szerepelni. Pedig itt volna adtam, a helye. Zoltán a nevemet nem adtam. A harcomat sem adtam. Oké. Tulajdonképpen én azt hiszem, hogy valahogy így kellene elindítani azt a pici változtatást, vagy változást, amit itt a Csabával úgy érzem, meg a Bandival egy hullámhosszon rezgünk, hogy hát ha leszünk,
hárman, öten, nyolcan, tizen, akik elindulnak egy picit abba az irányba, hogy szebbé, jobbá tegyük ezt a galambsportot. És ehhez sok szerencsét, jó egészséget kívánok mindenkinek, és ha nem veszitek rossz néven, lemehetünk egy-két galambot. Nagyon szépen köszönöm az interjút, és azzal köszönök el az esetleges látogatóimtól, hogy kerekasztal beszélgetéseket ütköztetések formájában folytatni fogjuk, és most csinálunk egy galambmustrát, mert azért a galambász társadalmat a beszédeken kívül a galambok is érdeklik. A galambász társadalmat szerintem csak mi tehetjük jobbá személyes példamutatással. Először is magunkat kell megváltoztatni, nem a galambászokat. Köszönöm. Még esetleg. Köszönöm szépen.